Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Pál apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük hálaadásként anyák napi ünnepségünkön, Isten tiszteletünkön, az édesanyánkért, nagyszüleinkért hálaadásképpen a 105. Zsoltár első versét. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább hálaadó éneklésünket, adjunk hálát továbbra a 225. dicséretnek éneklésével, a 225. dicséret első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Thank you.
A mi anyáknapi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istenek szent igéjét olvasom, ahogy szól ma hozzánk János első leveléből, a 4. rész 7. versétől a következőképpen. Az Isten szeretet. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogyan ő szeretett minket, és elküldte a fiát, engesztelő áldozatú bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Amen. Isten tegye áldotta az igének meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsunk fejet, csendesedjünk el, imádkozzunk ezért. Urunk Istenünk, mennyei atyánk a Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy anyák napján ennyien itt állhatunk a templomban, szent színed előtt, és hálát adhatunk a mi szüleinkért, nagyszüleinkért, és kiemelten közülük édesanyánkért, nagymamánkért, akik gondoskodtak rólunk egész életünkben, és felneveltek bennünket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy őrájuk most megemlékezhetünk, és hálát adhatunk értük. Bocsáss meg nekünk, hogyha vétettünk ellenük, vagy embertársaink ellen, és főként az bocsáss meg, Istenünk, ha ellened vétkeztünk, azzal, hogy megszegtük az 5. parancsolatot, a szülők tiszteletének parancsát, és nem tiszteltük eléggé őket, vagy nem engedelmeskedtünk, nem becsültük őket, nem segítettük őket eléggé. Bocsáss meg nekünk ezt, és add, hogy ezen az Isten tiszteleten szent igédből útmutatás nyerve oda tudjunk figyelni a környezetünkben élő emberekre, és igéd útmutatása szerint édesanyánkra, nagymamánkra, szüleinkre, nagyszüleinkre is még inkább tudjunk odafigyelni és gondot fordítani. Így légy közöttünk ezen az Isten tiszteleten, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a már megkezdett 225. dicséretünknek az 5. versét, amely így kezdődik, adjad, hogy lássuk a világosságot. Istennek szent igéjét, mely ige hirdetésem alapigéje János evangéliumának 19. részéből, a 25. verstől a 27. versig terjedő ige szakaszból olvasom. Jézus keresztjénél ott állt anyja s anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád, és ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Amen. Helyünket elfoglalva figyelmesen hallgassuk az ige magyarázatát. Kedves testvéreim, azért választottam anyák napján ezt az ige verset, néhány ige verset alapigéül, mert egy édesanya és a fia különös és kölcsönös kapcsolatáról szól ezen a mai délelőttön, és Jézusnak nagyon fontos üzenete van ezzel a mai délelőttön a számunkra is. És én azt gondolom, hogy úgy vagyunk most jelen ezen az Isten tiszteleten, ahogyan a keresztnél voltak ott néhányan, néhány ember, legalább annyiféle minőségben. Vagyunk itt úgy, mint gyermekek, hiszen mindenkinek van édesanyja, mindenkit világra hozott egy édesanya, és
vannak itt édesanyák és nagymamák, úgy, ahogyan a kereszt alatt is voltak. Én azt gondolom, hogy első renden természetesen az édesanyákat köszöntjük, őket ünnepeljük mindazért, amit édesanyaként vállalnak gyermekeiként, de jó lenne úgy ünnepelni őket, hogy közben nem feledkezünk meg Istenről, aki adta nekünk őket. Mert mintha ez természetes volna nekünk, hogy egyszer valaki a világra hozott bennünket, felnevelt bennünket, ezt teljesen természetesnek vesszük. És nagyon sokszor elfelejtünk hálát adni. Istennek tartozunk hálával. Azért, mert egykor valaki a világra hozott, felnevelt bennünket, és meg kell köszönnünk mindezt Istennek. Ez az első figyelmeztetés nekünk gyermekeknek, mondhatom mindenkinek, aki itt ül a templomba, hogy hálát adjon azért, aki felnevelte őt. És azt mondtam, hogy Jézus és Mária különleges kapcsolatáról fogok beszélni, hiszen Jézus Krisztus fiúként még a kereszten sem önmagával törődik, ami a mai világunknak egy rákfenéje sajnos, hogy olyan önzők a gyermekek. Beleértve magamat, magunkat, nagyon sokszor magunkkal törődünk, és megfeledkezünk a szüleinkről, a nagyszüleinkről, gondoskodni róluk, odafordulni hozzájuk, és csak a saját dolgainkkal foglalkozunk, még hogyha náluk járunk látogatóban, akkor is, ha megkérdeznek bennünket, akkor elkezdjük sorolni a magunk panaszát, és hogy éppen milyen nehézségek értek bennünket, és megpróbáljuk ezt elmondani, de nagyon sokszor nem is kérdezzük meg, hogy hogy vagy, drága édesanyám, hogy vagy, drága nagymamám. És valaki, akinek már nincs itt az édesanyja, nincs itt a nagymamája, hiszen már idősebb, tapasztaltabb korban van, ők reméljük, hogy megtették ezt, amíg tehették. A felnőtt fiú tehát gondoskodik támasz nélkül maradó anyjáról, azt látjuk Jézus történetéből, hiszen a kereszten rábízza Jézus Krisztus az egyik tanítványára az édesanyját, és ezzel gondoskodik egyedül maradó, támasz nélkül maradó anyjáról. És minden felnőtt gyermek kötelessége, idős vagy beteg, vagy segítségre szoruló szüleivel, nagyszüleivel szemben a gondoskodás. Kedves testvéreim, a mai délelőttön első üzenetünk tehát, tudjuk meglátni szüleink, nagyszüleink elesettségét, betegségét, szenvedését, nyomorúságát, és azt is észre kell néha vennünk, hogy bizony néha miattunk szenvednek a szüleink. Ahogyan Mária is Jézus miatt szenvedett, amint megjövendölte felőle Simeon, Lukács evangéliumának elején olvashatjuk, a te lelkedet is éles kard járja majd át. És valóban Máriának, Jézus anyjának is meg kell tapasztalnia a szenvedést saját gyermeke miatt, látva azt, amikor a keresztet viszi. És a Passió filmet nem sokszor szoktam én emlegetni, de ez én azt gondolom egy megdöbbentő és megható rész a filmben, amikor, és nincs a Szentírásban feltétlenül leírva, de lehet, hogy így történt, amikor Jézus Krisztus viszi a keresztet a vállán, megsebezve, összetörve, ott a Golgotára megy föl a Via Dolorózán, elesik. És amikor térdre rogyik, akkor oda próbál menni Mária, nyújtja felé a karját, de a tömeg nem engedi, és visszagondol arra, amikor gyerekként elesett Jézus Krisztus. Oda rohant, felemelte, magához ölelte, és az anyai szeretettel megpróbálta felsegíteni. És ott már a keresztre vivő úton nem tudja ezt megtenni. És talán ez lehetett a legfájdalmasabb Máriának, az anyának, hogy Jézust, bár a világ megváltója lesz ott a kereszten, nem tudja már magához ölelni, mint anya, mert elszakította tőle a tömeg. Szenved Jézus miatt. És egy édesanya nagyon sokszor tele van ma a világunkban is gyermekei miatti fájdalommal, szenvedéssel. Fájdalmakat hordoz el, szenved áldott állapotában, azért, hogy lehessenek gyermekei. Szenved a szüléskor az édesanya. Szenved, hogyha a gyermekei úgy jönnek világra, hogy betegek, és nagyon nehéz helyzetbe kerülnek ezért. Szenved, amikor később gyermekeink betegek lesznek, és virasztani kell mellettük éjszakákat, és várni, hogy múlik-e a láz, múlik-e a köhögés, egy tüdőgyulladás.
Olyan sokat figyelünk rájuk, és olyan sokat hordozzuk imádságban őket, és közben fáj a mi lelkünk, mert inkább mi lennénk betegek, mint hogy a gyermekeink. És mégis el kell hordozni ezt a fájdalmat, és túl kell esni ezeken az időszakokon. És hát mi még nem tapasztaltuk meg feleségemmel, mert még túl kicsik a gyermekeink, és éppen ezért nem tudjuk azt, milyen az, amikor rossz útra térnek a mi gyermekeink. De bizony ezt is meg kell tapasztalnia néha egy szülőnek fájdalmak és szenvedés, lelki szenvedés közepette. Hogy rossz útra tér a gyermeke, felelőtlen dolgokat tesz, és nem tud ellene mit tenni, mert messzi városban van, messzi vidéken a gyermek, és nem tudja, hogy miket csinál, és nem tudja fogni a kezét és visszatartani őt. És szenved a szülő, amikor a gyermeke felnövekedve eltávolodik tőle, megfeledkezik róla. Szenved, hogyha gyermekei boldogtalanok önálló életükben vagy házasságukba, és éppen ezért első renden, mint gyermekek most, tekintsünk magunkba, gondolkozzunk el azon, vajon nem miattunk szomorúak-e, vajon nem azért szenvednek-e, hordoznak fájdalmakat el lelkükben, ami szüleink, mert az ő minden drága erőfeszítésük, áldozatuk ellenére engedetlenek vagyunk, rosszak. Nem foglalkozunk az ő tanácsaikkal, életünk netán rossz irányba halad, és ezért éreznek fájdalmat az ő lelkükben. A fiú, Jézus Krisztus nem hagy magunkra szenvedéseinkben. Ő a kereszten szenvedett értünk. Minden édesanyáért, minden gyermekért, minden emberért ezen a világon, a saját édesanyjáért is szenved, mindenkinek a bűnét elhordozta Jézus Krisztus, bűneinktől akar megtisztítani, megszabadítani bennünket, amelyek következményeként szenvedünk, és szenved ez a társadalom, és szenvednek szüleink is. És kedves szülők, magamat is beleértve természetesen, hangzik saját magamnak is ez a felszólítás, és kedves édesanyák, vizsgáljuk meg a mi életünket, hogy vajon mindent megtettünk-e azért, hogy helyesen neveljük a mi gyermekeinket. Ismerjük-e a szívüket, gondolataikat, érzéseiket, vágyaikat? Érdekel-e bennünket egyáltalán, hogy hol járnak, mit csinálnak? Mi foglalkoztatja őket? Megbíznak-e bennünk? Adtunk-e okot arra, hogy ne bízzanak bennünk? Őszinte a kapcsolatunk velük? Komolyan vesszük-e anyai, apai feladatainkat? És nem azért szenvedünk-e annyit, mert szülőként sok mulasztásunk van, és azt kapjuk vissza, amit mi adtunk a gyermekeinknek. És nem azért szenvedünk-e annyit, mert kizárjuk Istent, ami szülő-gyermek kapcsolatunkból, és kizárjuk Jézus Krisztust, aki a megbocsátás és a szeretet lelkületére tudna tanítani bennünket. És nem csak az anyáknak, a szülőknek van kötelességük gyermekeikkel szemben, hanem a gyermekeknek is van kötelességük az ő szüleikkel szemben. És a mai világ egyre inkább arra tanít bennünket, a reklámok, a média, hogy nincsenek itt kötelességek, jogaitokhoz ragaszkodjatok, de a kötelességeitekkel ne foglalkozzatok, nem lesz úgyse következménye, hogyha nem tesztek valamit jól. És igazából természetesnek, magától értetődőnek tartjuk azt, hogy van szülői gondoskodás, és mi a kötelességeinket nem tesszük meg. És hadd mondjak el ezzel kapcsolatosan egy kis történetet. Egy gyermek azt hallotta a barátjától, ez a kisgyermek, hogy nagyon sok pénzt keres kisebb-nagyobb munkák végzésével. És amikor hazament, elgondolkozott azon, hogy ő milyen sokat segít a szüleinek ingyen. És az egyik este a vacsora asztalra letett édesanyja elé egy lapot, és összeírta neki, hogy mennyi mindennel tartozik neki az ő édesanyja. És mekkora vagyona lenne már, hogyha otthon minden munkájáért fizetnének, amit elvégez. És ezen a lapon az állt, hogy takarításért ennyi, bevásárlásért annyi, kerti munkáért meg annyi, összesen 200 ezer forint. Az édesanyja ránézett, szeméből kiszöktek a könnyek, eltette a számlát és nem szólt semmit. Másnapra egy számlát ő is összeállított, és ez állt rajta. Neveltelek, egyenlő, 0 forint. Etettelek, semmilyen összeggel nem tartozol. Iskoláztattalak, 0 forint. Amikor beteg voltál, ápoltalak,
nem tartozol semmivel érte, mert természetesnek tartottuk, hogy ezt tesszük. Mindig szerettelek, örökké, még ha rosszat csináltál, és akkor is nem tartozol semmivel. Összesen 0 forint. A gyerek ráborult az asztalra, amikor elolvasta ezt, és elkezdett keservesen zokogni, és bocsánatot kért édesanyjától, és azután nagyon komolyan dolgozott otthon, nagyon sokat segített szüleinek, nagyszüleinek, mert rájött arra, hogy önzetlenül, feltétlen szeretetből végzik azt a szülők, amit végeznek, és ő is gyermekként így kell, hogy hozzáálljon az ő szüleihez, nagyszüleihez. Ez a történet segít megértenünk, hogy mennyire hiányzik a mi életünkből a hála szüleinkkel, nagyszüleinkkel kapcsolatosan. Hát kedves testvérem, megkérdezem így tehát, hogy kinek a gyermeke vagy, és hogy ki az, aki világra hozott, nevelt, tanított, gondoskodott rólad, szeretett, rengeteg áldozatot hozott érted, hát az édesanyád, íme, ahogyan Jézus mutat a saját édesanyjára. És ma anyák napján arra szólít fel az ige, hogy nézzetek rájuk, aki már nem teheti, nem tud ránézni, az gondoljon vissza emlékeiben, és ha még tehetjük, még él édesanyánk, nagymamánk, mosolyogjunk rá, vagy gondoljunk rá, vagy hívjuk fel telefonon, vagy keressük fel, és kérdezzük meg, hogy mit tehetnénk érte, drága édesanyám, drága nagymamám. Köszönjük meg neki mindazt, amiért hálásak vagyunk, hogy megtette. Örvendeztessük meg, hozzunk valami áldozatot értük, de legalább a tiszteletet adjuk meg nekik, amit Isten olyan szépen belefoglal az 5. parancsolatba. Gondolkozzunk el azon, hogy mi mindennel tartozunk a mi szüleinknek, különösen édesanyánknak, és miért ne adhatnánk nekik többet, mint ami a kötelességünk. Miért ne okoznánk nekik örömöt, fájdalom és szenvedés helyett, miért ne lehetne őszinte, szeretetteljes kapcsolat köztünk és szüleink között. Kedves édesanyák, kedves gyermekek, kiket vagy kit bízott rátok az Úr? Kiért tartoztok felelősséggel? János a tanítvány, akire rábízta Jézus Krisztus az ő édesanyját. A legenda az egyházi hagyomány szerint a Szentírásban ugyan nincs benne, de ezt tartják az írás magyarázók, hogy körülbelül 17 évig még gondoskodott Máriáról ez a tanítvány. És Mária is gondoskodott, szeretettel fogadta mindig az ő fogadott fiát, Jánost. Komolyan vesszük-e Jézustól ezt a megbízatásunkat, a gondoskodást egymásról, különösen szülői feladatunk ajándékát és az azzal járó megbízatást, és az áldozatvállalást, a szeretet útját. Gyermekeinket Istentől kaptuk ajándékba, felelősséggel tartozunk értük, és egyszer majd számot kell adni Istennek arról, hogy hogyan neveltük őket. Ahogy ige hirdetésemet kezdtem, úgy is szeretném befejezni, Istenre mutatni. Tekintsünk hát Istenre is, mint mennyei atyánkra, aki Krisztus által minket gyermekeivé fogadott, és neki is köszönjük meg a mi életünket, és azt is, hogy édesanyánk nevelt bennünket. Ha sok mulasztásunk van szüleinkkel szemben, ma még van lehetőség bepótolni dolgokat, ha megbántottuk őket, ma még bocsánatot kérhetünk, ha elrontottunk sok mindent a kapcsolatunkban, ma még helyrehozhatjuk, amit elrontottunk, kijavíthatjuk a kapcsolatainkban. Ma még Istenre bízhatjuk édesanyánkat, szüleinket, nagyszüleinket, gyermekeinket, körülöttünk élő embereket. Ma még könyöröghetünk értük, ma még szerethetjük őket. Hát tegyük meg értük mindazt, amire Jézus megbízást adott nekünk. Gondoskodjunk egymásról. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Most pedig fennállva csendesedjünk el. Mondjuk el együtt a mi Urunktól, Jézusunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva, kedves testvéreim,
Fogadjuk nagy szeretettel a 8 osztályos kisgimnazistáink közül az 5-esek műsorát. Felkészítőjük Keresztiné Bácskai Melinda tanárnő, osztályfőnökük Horváth Gaudiné Csepregi Ágnes Csilla tanárnő. Vörös Sándor anyámnak. Termő ékeság, te jó anya. Életemnek első asszonya. Meleg virágágy, párnahely, hajnal harmadtával telt kehely. Benned kaptam első fészkemet, szívem szíveddel lüktetett. Én, s nem én közt nem volt mezgyehegy. Benned a világgal voltam egy. Benned a világgal voltam egy. Az anyák napja az élet csodáját, a Teremtő Úr művében való páratlan részvételt állítja szemünk elé. A Teremtés könyvében ezt olvassuk az első emberpárról. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Bizonyos, hogy nem csak a gyermekeknek kell édesanyjukra, édesapjukra és nagyszüleikre tisztelettel tekinteniük, hanem fordítva is. A szülőknek, legfőképp az édesanyjáknak gyermekeikre úgy, mint ahogy azt a Zsoltárok könyvében olvassuk. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom. Kisjenő anyád szemében. Anyád szemében ott a nap, sugarai ráthullanak, hogy nőj te szépen. Anyád szemében ott a hold, beteg ha voltál ráthajolt a lázaseiben. Anyád szemében ott a víz, a könyv, ha utat félre visz, jaj, baj ne érjen. Anyád szemében ott a tűz, ha csüggednél, szívedbe tűz, lobogjon, égjen. Veres Sándor, buba éneke. Ó, ha cinke volnék, útra kelnék, hömpölygő sugárban énkelnék, minden este visszaszállnék anyám ablakára. Ó, ha szellő volnék, mindig fújnék, minden bő kabátba belebújnék, nyári éjjel, fehér holcsütésben elcsitulnék jó anyám ölében. Ó, ha csillag volnék, kerek égen, csorogna a földre sárga fényem. Jaj, de onnan vissza sose járnék, anyám nélkül mindig sírdogálnék. Apámért s anyámért mit nem cselekedném, tengernek a habját kanállal kimerném. Tenger fenekéből gyöngy szemeket szednék, apámnak s anyámnak gyöngy bokrétát szednék. Pákolit István anyámnak. Hogyha virág lennék, ölelnélek jó illattal, hogyha madár lennék, dicsérnélek zengő dallal.
Hogyha mennybolt lennék, aranynappal, ezüstholddal, beragyognám életedet csillagokkal. Madár vagyok, fényes dalt fülő csöprigócskád. Virág vagyok, piros szirmú gyönge rózsád. Eged is, szépséges aranynappal, ezüstholddal, beragyogom életedet csillagokkal. Mécs László, a királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer fölnek bennem kedveteljék. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé ékszín mosolygást terített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek. Szíve ment előttem, előre követnek. Amíg ő van, vigan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. Másik bánatom, hogyha ő majd ottan fekszik, ottalant virággá foszoltan. Senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, s minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálámalom csak Zsoltát mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom. Áldás a szülőkre! Van hely, hol minden kicsi széken nevetve ültem egykoron, s tipegő léptem, gügyögésem mosolyt rajzolt az arcokon. Van ház, ahova tartozom, más otthonba sose térek. Bármely családhoz, minden házba, csak, mint idegen, úgy térek. Valakiket, a szüleimet, eléggé meg nem állhatom. Valakinek, ha százszor élek, adósságom le nem ruhatom. Jó anyámnak két kezére, csókjaimat hintem én, ezzel a két dolgos kézzel áll az Isten, amíg él. Jó anyának két kezét, áld meg Isten jó szívét. Két kezét, jó szívét, áld meg Isten, amíg él, amíg él. Ez a két kéz esténként, hogyha gond, bú, baj elér, elsimítja a honlódról a búbának fellegét. Jó anyának két kezét, áld meg Isten jó szívét. Két kezét, jó szívét, áld meg Isten, amíg él, amíg él. Ha felmegyek a budai nagy hegyre, letekintek a völgybe, ott látom a kicsi kertes házunkat, édesanyám szedi a virágokat, korán reggel kimegyek az erdőbe, az erdőből a rétre. Mennyi virág, minden szedem estére, hazaviszem édesanyám ölébe. Édesanyám, anyám, anyácskám, menedékem, kedvesem, szép orcám, vígnapom, csillagom, virágom, fogadd el szerénke virágom. Édesanyám, anyám, anyácskám, anyukám, édesem, jó mamám, kenyerem, illatom, virágom, fogadd el szerénke virágom. Édesanyám, anyám, anyácskám, anyukám, édesem, jó mamám,
Menedékem, kedvesem, szép orcám, vígnapom, csillagom, virágom, kenyerem, illatom, virágom, fogadd el szerénke virágom. Ha megteszed, én is virágzom. Ha megteszed, én is virágzom. Dzsida Jenő, hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel. Értem, éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak is éretten fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzá gyermekéért testbe. Köszönöm a szívét, mely csak értebb dobban, itt e földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigasztodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édesanyámat. Hallgass meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat. Anyám könnye fürözgetett, ha az élet besennyezett. Az öröme napsugár volt, rajta volt az egész égbolt. Az ő nyelve, anyanyelvem, az én élő örökségem. Édesanyám, én szeretlek, s ma is szívből köszöntelek. Ha csak egy virág volna, én azt is megkeresném. Ha csak egy csillag gyúlna, fényét ide vezetném. Ha csak egy madár szólna, megtanulnék a hangján, amit csak szép és jó volna, édesanyámnak adnám. A hóvirág, fehér csillag, vele a tavasz kacsingat. Kék csillag az ibolya, ő a tavasz mosolya. Ahány virág van a réten, számlálj te is annyit évben. S mint a virág, maradj vidám és fiatal, édesanyám. Állj meg, vándor! Légy akárhol! Tartsál velünk! Édesanyákat köszöntünk, életükre áldást kérünk, kiket úgy szeretünk. Isten adjon minden jót, meghallgatva gyermekszót. Éltesse az anyákat, fogadják a hálánkat! Istené legyen a hála, hogy Isten tiszteltünket nem csak a virágok tették színessé, hanem a közünk levő gyermekek és hozzátartozóik. És megköszönöm mindnyájunk nevében a 8 osztályos gimnázium 5. osztályának a szolgálatát. Felkészítő tanár, mint hallottuk, Keresztiné Báskai Melinda volt, és osztályfőnöke
ennek az osztálynak Horváth Gaudiné, Csepregi Ágnes, Csilla. Köszönjük az ő munkájukat. Testvéreim, hirdetem istentiszteleti alkalmainkat, melyek a szokott időben kezdődnek az idősek otthonába. Jövő héten már újra 11:45-kor lesz a délelőtti istentisztelet. Most istentisztelet után egyházközségi közgyűlést tartunk a belvárosi gyülekezeti házban. Közgyűlés tárgya Pót presbitereknek a választása. Szeretettel kérem azon egyháztagjainkat, akik az elmúlt évben egyházfenntartó járulékot is befizették, hogy ezen a közgyűlésen felelősen szavazzanak. Istennek adunk hálát az elmúlt hét adományaiért. Belvároson 12.140 forint volt a persejpénz, Újvároson 10.380 forint, és templom felújításra 20.000 forint érkezett be. Nagyon nagy szükségünk van az adományokra, hiszen többek között az újvárosi templom villámvédelme 2,5 millió forintba kerül, és még ezen kívül nagyon sok munka folyik úgy az újvárosi, mint a belvárosi templomon. Köszönet az adományokért. Áldásvétele előtt először énekeljük a 220. dicséret első és utolsó versét, 7. versét, majd utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 220. ének első verse így kezdődik: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. Thank you.
titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket, és tegye titeket fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen.